Náló mindenkinek sziasztok, srácok, kintre vagyok és itt vagyunk egy következő videóban, sziasztok, sziasztok! És most ebben a videóban nem más lesz, mint, hogy is mondjam, kicsit rá fogjuk hozni a frászt kisre. Nem is kicsit, szóval az lesz a lényeg, hogy majd kis errefele fog elvileg járni. Ki fog ide neki dobni, úgymond húst, ott is van, látom is, jól van. Szóval kidobok ide húst, észre fogja venni és lehívom ebbe a metróba. És majd be fogom majd mögötte zárni a izét, metrót, meg minden, meg mit tudom, mindenféle dolgok lesznek. A lényeg, hogy halálra fogjuk rémiszteni, remélhetőleg be is fog válni meg minden. Szóval ja, igazából szerintem kezdjünk is bele a dolgokba, mert csak be kell várni, hogy errefele a hautjam. Oké, és jól van. Na szóval itt fogok állni, mint Dani, és szépen beívom, hogy gyere le, nyugulj, nincsen semmi gond, meg semmi. Ó, Istenem, nagyon-nagyon ki fogok rajta égni, hogy vajon mennyire ki lesz égve. Aha, ott is van. Jól van, ott vagyunk ki. Szia kis! Nem tudom, mindegy, itt van még jó sok. Szia! Akarsz még? Nem akarsz még? Aha, akarok. Oké, nézd itt egy csomó, látod? Beleszéltem? Ne oda dobd már. Beleszéltem? Oké. Gyere érte, gyere kis! De hogy menjek be? Oké. Várjál, van egy ötletem, hogy menjek be. Ja, teszi. Nem neki, na mindegy, jó van. Oké, bizárjuk be. Oké. Hol a hús? Jó, Istenem. Na ez az menjél. Jól van, na gyere. Amúgy ez a hely az így néz ki, csak szólok, már elmedisztettem. Dani! Valami nincs rendben! Jó, zárjuk be mögötte, jaj ne. Zárjuk be én mögötte szépen. Oké. Okay. Mi ez itt vér? Rakjunk le egy ilyet. Csomó fejet. Ne! Hogy menjek itt ki? Ne! Jó, Istenem. Ne, és azok szegény. Mi? Na mi az? Mi van vele? Na, azt a majd kijut, nem. Jó van. Na, ezt betemjük az egészet, nem jussz ki sehogy sem. What? Haha. Jó van. Ez itt milyen fej, vagy ez mi? Oké, és egy csomó bocsit. Ne! Hagyjál még én! Jó, na, oké, vegyük fel a gyorsabb bocsit, és ijesszük halára. Ne! Hagyjál még én! Oké. Azt mondom, hogy... Futás! Oké, azt hiszem, hogy megijedt. Azt mondom, hogy egy kicsikét berezelt. Oké, na, próbálj meg elkapni, hogy valami. Igen, ti is erre lesz a kiút. Meg hátulról. Bam! Menjünk egy elé. Hello! Na, gyerünk. Nem félsz? Na, mi van? Nem néz rám. Azt hiszem, hogy nem tudok bántani? Ez csak egy álom. Most komolyan azt hogy ha nem néz rám, akkor nem lesz semmi baj. Ez csak egy álom, egy nagyon rossz álom. Valóban csak egy álom? Nekem nem úgy néz ki, amúgy. Csak egy álom. Te nem lehet igazi. Tényleg? Nem vagyok igazi? Hát nem tudom. Nem lehet igazi. Nem tudom, miért gondolja ezt. Bizonyíts be, hogy ez valóság. Hát, hogy bizonyítsam be? Mit tudom én, nézd. Várj, leveszem a fejemet. Visszaút, csak szólok! Istenem! Jó, igen, nincs visszaút! Mi az? Mit csinál? Ne! Na jó van! Na jó van, igen, ez nem ér! Na, mindegy, hát kis el vissza! Hol lehet még kimenni? Hol lehet még kimenni? Úgy sem tudsz visszajutni! Ott is! Így! Gyorsan már! Mi az? Nem fog működni, csak szólok! Ez így nem fog működni! Itt a vége! Na, add már fel! Nem szóval, adja már fel! Na. Lefele lehet menni. Kis! Álljál lefele! Na, szépen! Kis! Jaj, ne! Ne! Hogy jutott át? Na! Easy! Okay. Jó, tudja, erre lesz a kiút, látom a tüzét! Az alagút végén látom a fény! Mi van itt amúgy valami? Ez csak egy resztompátja! Hát, akkor mi van itt a végén? Ott a fény! Nem már! Látom! Jó! Oké! Mi van itt? Mi van itt a végén? Jó, amúgy nagyon hosszú! Tehát innen soha... Szegény kis soha nem fog innen kijutni, komolyan mondom! Jaj, és jó, ennek nincs vége. Ennek nincs vége, rendesen. Na jó, tehetek, hogy hat fusson! Bőven ráér, nem? Én is ráérek, ő is ráér. Na nézzük, mit csinál. Erre van, itt van. Ez így nem fog. Ennyi volt? Menni. Wow. Csak 3 fuson van, 100 helye. Jaj, Istenem, szegény. Gyere, ölj meg! Nem. Találom. Ha! Ez túl fáradt, hogy Nem fél. Tudod, mi van? Felhívom Danit.
Nem kell felhívnod Danit. Nem nincs semmi szükség. Gagyi. Easy. Jó van. Oké, s na. Futni szóval. Futni kell. Gyerünk, menjél! Gyerünk! Ennyi volt? Nem hiszem, hogy komolyan mondom, hogy ennyi volt? Vége? Na, nyugodjál már le! Most mi van? Elfáradt vagyok. Komolyan? Elfáradt vagy és így feladod? Hát te elég gagyi vagy, már mit nem mondjak. Mit mondtál? Gagyi vagy! Te bóc, ide figyeljél már! Ha te csak akkor mondhatod rám, hogy gagyi, ha legalább kárpót hozz a hússal, jó van? Hát... Tudjuk már a helyünket. Jó, van egy csomó húsom, gyere! Ja? Jó van. Nézd, okay. Ez itt egy csomó hús, látod? És ezek minden átkozott húsok. Hogyha ezt meg ezt, akkor te is átkozott eszel. Nem érdekel. A hús nem érdekel. Hús az hús. Hát... Ja, végül is, ja, valamennyire így van. Jó, ez van, a nálam, ez tök jó amúgy, ezt imádom, van sok hús. Tök jó. Ez az állam, ez nagyon jó. Na jó, tudom, hogy oké, akkor turvuljunk be, én azt mondom. Na gyere! Valóban tök jó! Valóban hát, tök jó az álom! Az álomban bárminek történik. Valóban tök jó az álom, ha? Várjál, most bevállottad, hogy ez az álom. Hát, igazából nem álom. Én nem állom. Nem, mert hogyha állom lenne, akkor nem tudnám ezt csinálni. Nem tudnám ezt csinálni. Érted? Szóval azt nem állom. Figyelj! Bármennyire is gyilkos vagy, húst azt nem dobálunk. Jó? Hát, de. Igen. Hogyha nem állom lenne, akkor le tudnád venni a fejedet. Hát, előbb már mutatom, hogy lebírom. Na most mi az? Valamit bűzlik, hogy ez mi túl baj? Valóságos, ez lehet kajak valóság. Igen, látod? Na, jöjjön be, onnan úgy elmennék. Ennyi volt. Hát szerintem, biztos, hogy nem állom? De állom! Vagy nem tudom, nem állom. Mit kell erre mondanom. Nem állom! Nem állom, beholdolok. Hogy kell, hol van itt hód? Hogy kell beholdolni? Nem úgy kell beholdolni. Na, jó, oké. Okay. Egy feltétellel mehetsz el, ha ezt az összes hús bedobálod a lávába. És akkor szabad vagy. Na? Oké? Okay? Nem akarom, ez annyira finom. Na gyerünk, hogyha mindegyik hús be tudod dobni a lávába, akkor egybe szabad kell, vagy. Hát igazából egyesével is jó. Ez mi? Nem az összes volt. De. Ez nem az összes volt. De. Oké, okay, rendben van, te akartad. Jó van, na még ezek voltak ennyi. Nem, nem ennyi volt. De ennyi volt. Ó, Istenem, nem ennyi volt. Tudom, hogy nem ennyi volt, ne próbálj meg átverni. Jó, tudom, hogy ennyi volt. De, háj, ott volt a kezedben a többi hús, csak szólok. De, most miért csinálod velem? Na, ez a próba, hogy vajon többet ér esetleg úgy az életed, mint a hús, érted itt számomra. Ja, ez a próba, ha lényeg, akkor miért nem kérdezed neked? Egyértelműen nem ér többet a hús. Na, szóval, tedd meg, gyerünk gyorsan, és akkor ennyi elengedlek, és vége, nem kell itt többet szenvedned. Na, nincs nálam a hús, hogy beesett a lábába, okos tojás. Azt hiszem, a bolcoknak több agyuk van. Jó, van, oké, na, akkor mennyi szabad vagy, jó? Oké. Na, és ennyi. A húsom visszakaphatom? Hát nem, nyilván nem. Mi? Hát nem még kapnád vissza? Hát mert beledobáltam, te megkérted, én megtettem is az ilyen kérésekért. Én általában hús kapok és ehhez vagyok szokva, szóval tudod de, mit? Mi? Mondd mit? Dani. Mi az? Én nagyon meg foglak harapni. Mi az? Ne, ugye nem múlt el a láthatatlanság. Istenem! Ugye nem mondtál a láthatatlanság? Ugye nem? Ne már! Hogyha, nem ér! Tudom, hogy videózol, és most megkérem a nézőket, hogy írják le, hogy milyen módon szívassalak vissza. Jaj, Istenem! Milyen módon lehet Danit a legdurvábban megszivatni? Szabad vagy! Nézd a jó oldalát! Nézd! Jaj, de jó, szabad vagyok! Itt a kiút, gyere! Megyek a kiútra! Jaj, Istenem! Vagy addig én hamarom megyek ki? Ha! Hát, ja, igen, jó, mindegy, na. Na. Szóval mindegy, srácok, ízű megtrollkodtuk kist, ahogy csak lehet, remélem, hogy tetszett ez a videó. Hogyha érek, akkor mindenféleképpen adok egy lájkot. Dehogy nem, nagyon nem. Is tetszett. Szóval, hogy tetszett, akkor adok egy lájkot, de tetszett, szóval, akkor igen, iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, de minden is írjatok le a kommentbe. Szóval, ja, thanks legközelebb, és hát, ja, Dani voltam, ő pedig kis. Nem voltam kis. De. Hello. Na, sziasztok! Sziasztok!